Az Ökobecse Polgári Egyesület tagjai a többségünknek már hulladéknak számító dolgokból próbálnak valami újat készíteni. A papír újrahasznosításának több módját is alkalmazzák. Az iskolától kaptunk meghívást, hogy egy műhely munkát készítsünk el, mivel közeledik a farsang, úgy gondoltuk, hogy farsangi maszkokat készítünk. A papír újrahasznosításának a fontosságáról beszéltünk előtt a gyerekeknek, és praktikusan be is mutattuk, hogy tojástartókból például hogyan készítünk maszkokat. A harmadik és negyedik osztályos tanulók örömmel vettek részt a foglalkozáson. Hát nekem ez nagyon tetszik, mert újrahasznosítási dolgokból készül, például csinálunk ilyen megmaradt tojástartóból egereket, meg ilyen hát bagolyt, rókát, és nekem ez nagyon tetszik, mivel hogy a hulladékot nem dobjuk el, hanem megbírjuk tartani, és ez egy szép emlék marad. A farsangot az emberek vízkeresztül hanvazó szerdáig ünnepelték, beöltöztek, ilyen bálok, ünnepeket készítettek, és még mai nap is így a gyerekeket így szórakoztassák, így beöltöznek öltönyekben, egy maszkokban is elpróbálják zavarni a telet, és az is ilyen egy szórakozás nekünk. Az Óbecsei Samu Mihály általános iskola tanulói február 9-én viselik majd a tojástartókból készült maszkokat, ugyanis az iskolában akkor tartják meg a farsangi felvonulást.